150 évvel ezelőtt fogadta el a Magyarországgyűlés az 1869. évi 4. törvénycikket, amely a magyar történelemben először átfogóan szabályozta a bírói hivatás gyakorlásának feltételeit. Ez a törvénycikk a mai napig elvi alapját képezi a bírói hivatásra vonatkozó jogi szabályozásnak. Az 1867. évi kiegyezést követően szuverenitását visszanyerő Magyarország törvényhozása megkezdte a legfontosabb jogterületek kodifikációját. Ennek keretében az igazságszolgáltatási szervezet megújítására is sor került. A reform első lépése a bírói hatalomról szóló 1869. évi 4. törvénycikk elfogadása volt. Az 1869 évi 4-es törvénycikk egy mérföldkő magyar bíróság, illetve igazságszolgáltatás történetében. Az első szakasz elvi éllel rögzítette, hogy az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elválasztatik. A 19-20. Szakaszai ugyanennek a törvénynek rögzítették azt, hogy a bírák csak a törvénynek vannak alávetve, illetve kimondta azt is, hogy senki sem vonható el az illetékes bírójától. Ezek az alapelvek változatlan formában a mai modern igazságszolgáltatásnak is a tartó pillérei. A 69. évi 4. törvénycikk az nekünk alaptörvényünk. Sok bíró kollégában ebben az évben éppen a másfél százados jubileumra jutott el az, hogy ráeszméljen arra, hogy ez a törvény alapozta meg gyakorlatilag az ő hivatását, modernkori hivatását. A bírói hatalomról szóló törvény elfogadása hátterében egy legalább akkora horderejű változás munkált, mint a bírói függetlenség megteremtése, az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztása. Ennek megvalósításához mindenekelőtt a vármegyei törvényhatóságok autonómiájának újra szabályozására volt szükség. Ahhoz, hogy a bírói hatalom egységes szabályozására sor kerüljön, ehhez mindenképpen hozzá kellett nyúlni a vármegye rendszer kérdéséhez, mert a bíráskodás monopóliuma 1848-ban is, és azt követően is elsősorban a vármegyéken nyugodott. Ebből fakadóan ez nem egyszerűen jogi szakkérdés volt, hanem egy nagyon fontos politikai kérdés, hogy vajon sikerül-e a 48-as népképviseleti, népszuverenitásra alapozott konstrukciót, bizonyos fajta centralizációs tendenciákat is figyelembe véve összeegyeztetni a vármegyei autonómiával, vagy rombolni kell a vármegyei autonómián. Én azt hiszem, hogy ezt megelőzően szó nem lehetett volna arra, hogy valami hasonlót elfogadjanak. A bírói tevékenységre vonatkozó, vagy egyáltalán törvénykezésre vonatkozó törvényhozási kísérletek sora, és ez nem csak 1723-ban kezdődik, de nevesítsük 1723-t a bírósági szervezeti reformtól, soha nem volt képes arra, hogy a rendi nemesi ragaszkodást a törvénykezési joghoz megtörje. A modern alkotmányos jogállam működésének alapfeltétele a Montesquieu-i államhatalmi ágak szétválasztása. Bár az 1848. évi áprilisi törvények Magyarországon már megteremtették a népképviseleti országgyűlést és a törvényhozásnak felelős független kormányt, az igazságszolgáltatás átfogó szabályozása a szabadságharc kitörése miatt elmaradt. A világosi fegyverletételt követően a szuverenitását vesztett ország területén a Habsburg neoabszolutista kormányzat valósított meg a magyar jogfejlődéstől idegen, erőszakos reformokat. Így a kiegyezést követően tudott csak a magyar törvényhozás sort keríteni az igazságszolgáltatási szervezet megújítására. A bírói hatalom szabályozásán túl a törvény meghatározta a történeti alkotmányon belül a jogforrások egymáshoz való viszonyát is. A közigazgatástól immár elválasztott igazságszolgáltatásban a bírói gyakorlat a jogforrási hierarchiában a törvénynek alárendelten helyezkedett el. 1869 előtt a személyes királyság, majd a rendi állam keretein belül tisztségüket gyakorló bírók nem feltétlenül élték meg hivatásként a tevékenységüket. A bírói tevékenység ugyanis szorosan összefonódott az egyéb igazgatási jellegű tevékenységek gyakorlásával. Ahogyan azt Hajnik Imre is leírta, bírónak lenni annyit jelentett, mint jogot szolgáltatni azok számára, akik felett a bíró hatalommal bírt. Ez nem csak joga, hanem egyben kötelezettsége is volt a bírónak, amelyet hatalmából fakadóan köteles volt gyakorolni. A bíróval szembeni elvárásokat Verbőci István határozta meg a hármas könyvben. A bírónak illetékesnek kellett lennie az elévitt ügyekben, elfogulatlannak és meghiteltetetnek,
Azaz esküt kellett tennie arra, hogy az ország törvényeit és szokásait betartja az ítélkezés során. 1869 előtt bírónak lenni, az nem egyfajta elhivatottságot jelentett. Ez nem zárja ki persze azt, hogy egyenként valakik ne éreztek volna olyan mély elkötelezettséget a tisztes bírói tevékenység irányában, de semmi sem követelte azt meg, hogy ezt hivatásként éljék meg azok, akik felhatalmazást kaptak a bíráskodásra. Az 1869. évi 4. törvénycikk új korszakot nyitott a bírói hivatás történetében. A bírói tevékenység immár többletjelentést hordozott magában. A bíró hivatását gyakorló, tekintéllyel bíró személyé vált. Az 1869. évi törvény által létrejövő új bírói modell egy hivatásrend megszületését eredményezte. A törvény a bírói tekintély növelése érdekében úgy határozott, hogy Magyarországon a bírák kinevezése a királyok körébe tartozik. A kinevezendő személyekre az igazságügyi miniszter tett javaslatot. Bírónak kinevezni csak a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő személyt lehetett. A kinevezést gondos kiválasztási folyamat előzte meg. A törvény egyrészt szakképzettséget, bírói gyakorlatot és szakvizsgaletételét várta el a leendő bírótól, másrészt erkölcsi tartást és fedhetetlenséget. Ez utóbbiak biztosítása végett a törvény átfogó jelleggel szabályozta a bírói összeférhetetlenséget, és a bíró függetlenségét megerősítendő, egzisztenciális biztonságot teremtett a bírák számára. E törvény által a bíró egy valódi, egyéniségében, morális tartásában és bírói tekintélyében is független személyé vált. Az igazságszolgáltatási szervezet megújítása nagyívű bírósági építkezést indított útjára Magyarországon. Kezdetben az 1871. évi 31. törvénycikk úgy határozott, hogy a közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztása ellenére a bíróságok a régi székhelyeiken működjenek tovább. Az 1880-as évektől azonban egyre több új törvényszéki palota épült meg a megyeszékhelyeken. Ezek a praktikus és költséghatékony módon megépített törvényszéki épületek nem csak a királyi törvényszékeknek, hanem a királyi járásbíróságoknak is otthont adtak. Az igazságügyi építkezés második hullámában, a 20. század első évtizedében a megyeszékhelyeken kívül működő járásbíróságok megépítésére került sor. Ezek az épületek követték a korszakban uralkodó építészeti stílust. Míg a törvényszéki paloták inkább neoreneszánsz és neobarokk, a monarchia végnapjaiban épült járásbíróságok úgynevezett magyaros historizáló stílusban épültek fel. Ezeknek az épületeknek az építői többnyire neves, külföldi tapasztalattal is bíró építészek voltak. Ezeket a tapasztalatokat beépítve, de sosem a külföldi épületeket másolva hozták létre a mai bíróságoknak is még többnyire otthont adó, reprezentatív, ugyanakkor funkcionális épületeket. A dualizmuskori igazságügyi építkezéseket szeretnénk jellemezni, akkor talán három szót használhatnánk erre. Az egyik a szakaszosság, a másik a szakszerűség, és a harmadik a reprezentativitás. Az első szakasz a bírósági épületek történetében egy olyan átmeneti periódus, ami azt jelenti, hogy korábbi épületek szolgálják ki az új igazságszolgáltatási rendszert. A 80-as évek második felében elsősorban törvényszékek épülnek, törvényszéki paloták épülnek az ország nagyvárosaiban. Egy törvényszéki székhelyen mindig volt járásbíróság is, tehát egyúttal az adott település törvényszéki, királyi törvényszéknek és királyi járásbíróságnak is helyet adott. A második periódus, ami úgy nagyjából a századforduló után a 10-es évekre tehető, az a járásbíróságok időszaka. Legalábbis az építkezések évszámai ezt mutatják, hogy inkább a dualizmus időszakának vége felé jutott arra idő, pénz, hogy a kisebb járásbíróságokat is felépítsék az ország kisebb településein. Ezek az épületek mai napig szolgálják az igazságügyet. Talán egy-két olyan bírósági épület van a mai Magyarországon, ami ma már nem bíróságként funkcionál. Az összes többi ma is a gerincét alkotja a magyar bírósági épületállománynak. Budapesten a dualizmus idején 4 nagy bírósági épület is épült. Elsőként a budapesti királyi törvényszék épületét építette meg Hausmann Alajos, a kor elismert építésze 1888 és 1890 között. Ezt követően ugyancsak ő kapott megbízást az igazságügyi palota megépítésére is.
Erre 1893 és 1896 között került sor. Az igazságügyi palotába költözéssel végre a kúria is méltó elhelyezést nyerhetett Budapesten. Az új épület tökéletesen megfelelt megújult működési rendjének. Jablonszky Ferenc 1912 és 1914 között építette meg a Budapesti Központi Királyi Járásbíróság épületét, amely ma a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak ad otthont. Végül a budapesti igazságügyi épületek közül utolsóként a Pestvidéki Királyi Törvényszék épülete készült el az 1920-as évek elejére. A törvényszék építésére kiírt pályázatot Aigner Sándor nyerte meg 1909-ben, ám 1912-ben bekövetkezett halálakor az építészeti feladatokat Hübner Jenő vette át. Hübner sem volt ismeretlen a kor építészei számára, az ő nevéhez fűződik a Győri Városháza és a Balassagyarmati Törvényszék megépítése is. Bár az építkezést a háború kitörése megakasztotta, az épület a háborút követően átadásra került a Pestvidéki Királyi Törvényszék számára. Budapesten a dualizmus időszakában a szakaszosság ugyanúgy érvényes, mint az ország más területein. Sőt, azt lehet mondani, hogy az ország más városaihoz képest egy picit késedelemben van a főváros a nagy bírósági épületek tekintetében. Az 1800-as éveknek, vagy az utolsó harmadában minden országban igazságügyi palotákat építenek. Például a legnagyobb ezek között a brüsszeli igazságügyi palota, amelyik egy ilyen domb tetején van, hogy uralja az egész várost. A franciák például egy régi házat használtak erre a célra. Ez a Notre-Dame és a Saint-Chapelle közös szigetén lévő Île de la Cité palotának hívták. A kúriának korábban egy a Ferenciek terén álló épület adott otthont. Az épületet az 1723. évi bírósági reformot követően, amely a kúria Pestre költözéséről is határozott, Mária Terézia vette meg 1770-ben. A kúria azonban nem sokáig működhetett a Ferenciek terén lévő épületben, hiszen II. József azt 1783-ban a Clarissa apácák volt budavári rendházába költöztette át. A kúria innen csak II. József halála után került vissza ismét a Ferenciek terére. Vannak elképzelések, és erre külön szakbizottságok állnak fel, amelyek próbálják nem csak a kúriát, hanem vele együtt az összes Budapesten működő bíróságot központosítani. Van olyan ötlet, ami azt mondja, hogy az összes bíróságot egy épületben kell elhelyezni, van olyan ötlet, amely azt mondja, hogy lehet ez két épület is, de ezek legyenek egymáshoz közel. És az 1870-es évektől kezdődően megjelenik az a szemlélet, vagy az a tendencia, hogy a szóbeliséget és a közvetlenséget be kell vezetni, mint eljárási alapelvet. Na most, ha van szóbeliség és közvetlenség, akkor ez azt hozza magával, hogy a peres felek azok valóban meg fogjanak jelenni a bírósági tárgyalótermekben, mint ilyen több ülésteremre van szükség, nagyobb befogadó képességű termekre van szükség, és a régi, a Ferenciek terén álló épület nem igazán volt erre alkalmas. Kinövi a kúria az eredeti épületét. A Ferenciek tere annó is egy központi része volt Pest városának, és az ott lakók azok nem igazán újongtak, hogy éppen itt van a kúria, mert hogy régen macskaköves volt az út, azon mentek a lovaskocsik, úgyhogy amikor a kúria valamilyen fontosabb tanácskozást tartott, akkor az épületet körül kellett venni egy lánccal, a kocsikat kitiltották a területről, tehát az itt lakók életét is ez egy kicsit megbolygatta. Az 1838-as árvíz jelentős károkat okozott a kúria épületében. Bár az épületet megkísérelték helyrehozni, mégis folyamatosan napirenden volt egy új, méltó székhely kialakítása a kúria számára. A kiegyezést követően a kúria új szervezetének kialakításakor ismét felerősödött a szándék az új épület létrehozására. Ennek eredményeképpen kérte fel Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter Hausmann Alajost az igazságügyi palota megépítésére az országház épületével szemben. A telek, amelyen az igazságügyi palota épült, ez időtájt a Geithner és Rausvas gyárnak, valamint egy társzekerek őrzésére szolgáló katonai raktárnak adott otthont. A raktár elbontását követően kezdődhetett csak el az építkezés. Az 1896-ra elkészült igazságügyi palota 1948-ig adott otthont a kúriának, a budapesti királyi ítélőtáblának, a koronaügyészségnek és a budapesti királyi főügyészségnek.
Hausmann Alajos 1891-ben kapott megbízást az igazságügyi minisztertől, Szilágyi Dezsőtől az igazságügyi palota megtervezésére. Akkor a téren már épült a parlament, illetve készen volt a Földművelésügyi Minisztériumnak a historizáló épülete. Hausmann vonzódott a reneszánsz és a barokk építészethez, és ezeket az elemeket ötvözve építette meg, tervezte meg az igazságügyi palotát. Az volt a Hausmannnak az elve, hogy nem szabad pontosan lemásolni semmilyen korábbi példát, tehát elsősorban az olasz reneszánsz palota építészetet, itt most a városa gondolok, vagy templom építészet, bár kevésbé, vagy középületépületeket, hanem azokat az eszközöket kell a végtelenség variálni, amit a reneszánsz korból eltanultunk. Hausmann folyamatosan reflektál arra, hogy az országház felfelé törekvő neogotikus tömbjével szemben neki egy vízszintes, nyugodt épületet kell létrehoznia, és nem konkurálhat az országház nagyobb és jelentősebb épületével. Azt is írja a saját önéletírásába, hogy hát a feladat nem volt egyszerű, mert a nagy vertikális és pompás országház mögött ő nem használhatott ugyanolyan magas tetőket, meg függőleges tagolásokat, mert akkor egy törpét hozott volna létre, hanem egy ellenkező formakultúrát alakított ki. Hausmann Alajos az igazságügyi palota megépítésének idején már nagy tapasztalattal bíró építésznek számított Magyarországon. Tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte, majd 1869-től kezdve egyéves tanulmányúton vett részt Itáliában. Itt került kapcsolatba az építészetét meghatározó reneszánsz stílussal. 25 évesen Skalnicki Antal halálakor nevezték ki a műegyetem tanárává. Nevéhez több Budapesten ma is látható épület felépítése kötődik, mint a Szent János Kórház, a Markó utcai középiskola, a budapesti királyi törvényszék, az impozáns New York palota és a budavári palota. Mi több, az országház megépítésére kiírt pályázatra is benyújtott egy tervet, ám azt végül Stendl Imre nyerte el. Ő korának egyik legjelentősebb építésze volt, akinek nagy tapasztalata volt ekkor már reprezentatív középületek tervezésében és felépítésében. A Hausmann ugye kétféle épülettípust épített. Voltak az úgynevezett általános épületek, mint mondjuk a Szent István Kórház, aztán a középiskola a Markó utcában, vagy az úgynevezett ipari múzeum, ami ott van a Blaha Lujza téren. Még részt vett a királyi palotának a bővítésében is, ott a Györgyi Gézával együtt. De ugyanakkor ő, mint professzor és óriási tekintély, megkapta azokat a feladatokat, amelyek között például ott volt a New York palota, ami hát mindenképpen a nagykörútnak a legpompásabb épülete, és hát a belső tereiben is, bár ott a Korb Flóris és a Girgl Kálmán fiatalabb építészek voltak a társai, akik egyébként a kúria esetében is. Az igazságügyi palota részben neoreneszánsz, részben neobarokk elemeket magánhordozva eklektikus stílusban épült meg. A főhomlokzat gazdagon tagolt, középrizalitjából timpanonnal lezárt, hatoszlopos portikusz lép elő. A timpanon és a homlokzat egyaránt az igazságszolgáltatást szimbolizáló allegórikus szobrokkal díszített. Az attika tetején Senyei Károly hármas fogatot vezető bronzszobra, a Triga található. A géniusz, az igazság istennője egyik kezében fáklyával, a másikban pálmaággal vezeti az igazságszolgáltatás fogatát. A Triga elkészítéséhez a Wolf cirkusz lovait hozták ide naponta, és az adott Senyei Károlynak mintát a lovas szobrok megfogalmazásához. Mellette két allegorikus szobrot láthatunk, Fadrusz János alkotásait, a törvényt adó és a törvényt látó szobra, és a timpanonban is egy allegorikus jelenetet a törvényhozásról és az igazságszolgáltatásról. A Triga két oldalát Fadrusz János, a törvényt adó és a törvényt látó szobra díszíti. A bírósági tárgyalást szimbolizáló timpanon szoborcsoportját Zala György készítette el. Az épület két sarkán lévő tornyokat Róna József szobrai díszítik. A sarkoktól a timpanon felé haladva az épület tetején a mesterségeket bemutató 12 szobor áll. Ez a 12 szobor azt szimbolizálja,
hogy a törvényes keretek között működő igazságügy védelme alatt a társadalom tagjai bármilyen tevékenységet nyugodtan végezhetnek. Eszobrok, Strobl Alajos és az Epreskerti Művésztelep szobrásztanítványainak munkái. Ezeket a Strobl Alajos, mint az Epreskerti Művésztelepnek a vezető szobrásza kapta avval a feladattal, hogy az ő akkori 6 tanítványa, általában mindenki 2 szobrot készített, készítse el egyforma méretbe, tehát ezeknek a szobroknak azon kívül, hogy vannak jelentései, melléklet, attribútum, hogy éppen mit elképez, azon kívül egyformának kellett lennie, mert egy építészeti formarendet kellett tartani. Érdekes, hogy mindig egy kedvesebb és egy keményebb feladat van. Jön a kereskedelem, akkor jön az irodalom, majd a mezőgazdaság, és itt tovább. A főbejáraton keresztül belépve kétszintes földszintre jutunk, ahonnan lépcső vezet fel a márvánnyal díszített impozáns aulába. Az alsó földszinten helyezkedtek el a légfűtést biztosító kazánházak, illetve a kúria személyzete számára kialakított szolgálati lakások. A felső földszint bal oldalán a királyi főügyészségnek, jobb oldalán a koronaügyészségnek adott otthont. Az emeleten a kúria, illetve a budapesti királyi ítélőtábla helyezkedett el. Az aulába érve a mennyezetet Locz Károly allegórikus freskója uralja, a főbejárattal szemben pedig a trónon ülő Justícia szobra helyezkedett el. A szobor Strobl Alajos alkotása, amelyet karrarai márványból faragtak. Ma ez a szobor a kúria jelenlegi épületének aulájában található. Az igazságügyi palota épületében tanácstermek, dísztermek és dolgozószobák kaptak helyet. Ha belépünk az aulába, az egy rendkívül elegáns tér, és mivel ugye valahogy annyira szépen összeköti az első emeletet a másodikkal, hogy szinte senki észre nem veszi, hogy már a másodikon van, vagy egy nagy térélmény által jut föl a második emeletre. Az 1869 évi négyes törvénycikk a magyar történelemnek egyik rendkívül komoly fordulópontja volt. Újszerűnek tekinthető azért, mert első alkalommal került sor arra, hogy a magyar jogtörténetben a bírói hatalmat átfogó módon szabályozzák. Ez a korábbiakban legfeljebb inkább szervezeti eljárási kérdéseken keresztül közelítetett meg. Itt viszont egy olyan komplex szabályozással találkozunk, amelyet persze kísérnek különféle egyéb jogszabályok is, amelyek alapjaiban érintik a bírói hatalmat. És ami talán az üzenete, mondani valója ennek a jogszabálynak a mai kor bírói számára, az az, hogy ezzel a törvénnyel kezdetét vette a 19. század második felének igazságszolgáltatási aranykora Magyarországon. Semmi sincs véletlenül és semmi sincs magától, hogyha azt szeretnénk, hogy ugyanolyan elismertséget, ugyanolyan megbecsülést kapjon a mai magyar igazságszolgáltatás, mint a 19. század második felében, akkor azért elsősorban a magyar bírák tehetnek a legtöbbet. Az 1869. évi negyedik törvénycikk, én úgy gondolom, hogy talán az elmúlt évig nem is élt olyan elevenen a köztudatban, mint ebben az évben, amikor ezeket a bíróságtörténeti eseményeket el nem kezdtük szervezni, hiszen a napjainkban ítélkező bírónak rendkívül szerteágazó és a 21. század valamennyi kihívásával terhelt feladata van. Én nagyon örülök annak, hogy egyre kevesebb a kétkedő, mert egyre többen foglalkoznak a bíróság történettel, egyre lelkesebben. Ennek alapján körvonalazódik az, hogy miért is fontos a múltunk. Nagyon gyakran idézzük azt a közhelyszerű mondást, hogy a múlt ismerete nélkül nem lehet stabil alapokon nyugvó jövőt építeni, de erre úgy gondolom, hogy a kollégák egy része is kezd rájönni, hiszen kell valami fogódzó ebben a naponként változó világban, és ezek a kutatások olyan akár tárgyi emlékeket, dokumentumokat, mintaszerű életpályákat tárnak fel,
amik rávilágítanak arra, hogy az elődeinknek sem volt könnyebb helyzete az ítélkezés terén, csak a korból adódóan ők más problémákkal küzdöttek, mint mi, de visszanyúlhatunk, és olyan gondolatokat olvashatunk bíró elődeinktől, amik úgy megmelengetik az ember szívét, amikor függetlenségről, hivatásról, szakmaiságról olvasunk az ő műveikben, és mivel mi is mai korban ítélkező bírók vagyunk, elmondhatjuk magunkról, hogy az ő örökségüket visszük tovább.